Több fontos ügyet tárgyal Tolnaváros önkormányzat képviselőtestülete a 2023-as év utolsó ülésén. Itt többek között döntés született jelentősebb szerződések újrakötéséről, illetve a lakosság szempontjából fontos dietetikusi szolgáltatást ellátó szakember megbízásáról. Most arról döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk ezt a szerződést, és ugyanúgy járhatnak hetente egyszer az egészségházba a diabéteszesek, segítséget kapnak mindenféle gyógyszeres kezelésre, és esetleg az étkezésre vonatkozóan tanácsokat. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű, nagyon sikeres szolgáltatása ez a városnak, és természetesen a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a továbbiakban is biztosítja az itt élők számára. Összesen 28 napirendi pontot vitatott meg a képviselőtestület. A testületi ülés egyebek mellett egyhangulag elfogadta a 3 darab fedett buszváró létesítését, ezzel is megkönnyítve a lakók mindennapjait. A TOP pluszban, aminél szintén fontos döntések voltak most, hogy a városon átvezető, úgynevezett 5112-es útnak a mentén lévő buszmegállókat egységes formába építjük és modernizáljuk, de ettől függetlenül fontosak azok a buszvárók is, amik nem ezen az útvonalon vannak, hanem akár Mözsön a Szent István utcában, akár a Szedresi utcában, akár a gimnázium előtti területen vannak. Itt jelen pillanatban nincsenek fedett buszvárok, arról döntöttünk, hogy egy ilyen műanyag buszvárót létesítünk ott is. Határozat született a TOP plusz koncepció tervek jóváhagyásáról is, illetve fontos előkészítésű folyamat zajlik a februárban esedékes pályázatok beadásához szükséges feltételek előkészítéséhez.